az már Hermann Otto idejében is megesett, és ehhez elég csupán Mikszáth írásaira visszaemlékeznünk, hogy a klasszikus parlamentáris eszközöket egyes képviselők meglehetősen szokatlan megnyilvánulással nyomatékosították. Bomba, még ha csak a féle petárdaszerű pukkantásra alkalmas pirotechnikai eszköz bevetésére azonban legjobb tudomásunk szerint csak a legritkább esetekben került sor. Politikai merényletek Hermann Otto módra. 1877-ben történt a botrány, amikor is bomladozott a szabadelvű párt tábora. Szél Kálmán lemondott a pénzügyminiszterségről, a vezetőség az ellenzékbe távozott, Tisza István pedig érezvén a megszűnni látszó bizalmat, elbocsátását kérte a királytól. Ebben az időben történik, hogy a képviselőházban, a szabadelvű párt irodájában valami felrobbant. Az ablakok betörtek, az ijegység nagy volt. Szonták Pál, aki épp abban az időben tarokkozott, lefordult a székről. Személyi sérülés nem történt. Néhány nap múlva a miniszterelnöki palotában is történt hasonló. A Szent György tér ablakai betörtek. Itt is nagy volt a riadalom, de itt sem sérült meg senki. Érdekes egybeesés, hogy ezekben a napokban közölt le egy értekezést a vasárnapi újság Hermann Ottótól arról, hogy hogyan kell petárdát készíteni. Ebben a cikkben Hermann burkoltan bomba szakértőnek érzékelteti magát, nem csoda hát, hogy a gyanú ráterelődött. Később kiderült, hogy nem is alaptalanul. A petárdákat ugyanis a leírt eljárás szerint Hermann lakásán készítették, azzal a céllal, hogy ráijesszenek és ezzel nyomást gyakoroljanak a szabadelvű párt kevésbé bátor tagjaira. Maga Hermann Otto nem vett részt az akcióban, mindkét helyszínen egy közelebbről meg nem nevezett barátja helyezte el a kanócos papírba csomagolt puskaporos tölteteket. A palota őrség összeszaladt, de a tettes már messze járt. Az ijesztés volt csupán a cél, hogy a hatalmas pukkanással azt a látszatot keltsék, mintha bomba robbant volna. Az ugyanekkor megjelent az Orsini-féle bombák elkészítéséről szóló cikk csupán a rendőrség bosszantására került nyilvánosságra. Az írás végén egyébként Hermann el is mondja, hogy ilyen eszközt, mely mások életében kárt tesz, magyar ember nem használ. Hát ez volt Hermann Otto szerepe a bombavetésben.